Isten karja, karja. A Biblia gyermekeknek. Új szövetség. Ki más rendezné el? Az irgalmas szamaritánus. Ahogy ő tárnátárom, várva felbarátom. Magyar hangok. Krespo Rodrigo, Pipó László, Varga Rókus, Tokai Csaba, Garamszegi Gábor, Sesták Szabolcs, Bodrogi Attila, Herman Lilla, Timon Barnabás, Láng Balázs, Széles Tamás. A dalokat előadta Magyar Bálint. Magyar szöveg Csizmás Kata. Dalszöveg Hanák János. Hangmérnök Erdélyi Imre. Vágó Simkóné Varga Erzsébet. Gyártásvezető Kablai Luca. Szinkronrendező Csörögi István. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film. Mit te adnál, ha itt lennél? Érezze minden fele barát az Urunk örök hű lelkét. Isten ajka, ajka, örömhírét kívánsz. Forgatókönyv Orson Scott Card. Ahogy ő szólna szó, zeneszerző Lex de Azevedo. Szeretetről szózatot, és mindenki meghallja a szavát. Rendezte Richard Rich. Boldogok vagytok, mert bizony sok proféta és király akarta látni, amit ti láttok, és hallani, amit ti hallotok. De nem látták, nem hallották. Elnézést, mester! Kérdezhetek valamit? Mit tegyek ahhoz, hogy eljussak az örök életre? Törvénytudó vagy? Mi van megírva a törvényben? Te hogyan olvasod? Azt írja, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz. Kit tekintsek fele barátomnak? Meghallgattalak. Most te hallgass meg. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Az egyik sarokban ülő vendégnek lesz jós. Igen, papa. Tizenhat, 17, 18, 19. Elnézést! A levesed. Köszönöm, fiacskám. Igen, köszönöm, fiacskám. Nadab, te bolond! A te levesedet még ide sem hozta. Hol van már? Uram, hozom már is. A rablás jó mulatság. És kifizetődő. Én mennyit kapok, kis? Várj csak, most szépen elosztjuk. Így. Köszönöm. Most olyan gazdag vagyok, mint te. Igen. Igen. Mikor rablunk legközelebb? Van egy új tervem. Mostantól fogva... Még azelőtt raboljuk ki az utazókat, hogy megérkeznének Jerikóba. Így a miénk lehet az összes aranyuk. Nem várjuk meg, hogy sokat költsenek itt a fogadóban. De ugye én verem meg őket. Ez a te dolgod, Nadab. Hogy agyonverd őket?
A halott nem mondja el a katonáknak, hogy ki rabolta ki? Az honnan látszik, hogy valaki halott vagy él? Aki már nem mozog, az nem él. De buta vagy! Senki sem mondhatja rám, hogy buta. Csak nyelvbotlás volt, Nadab. Azt akartam mondani. Bűbájos? Igen, az vagy bűbájos. Takarodjatok innen! Nem tűrök sem rablót, sem tolvajt! Menj, Józsué! Hívd a katonákat! Katonákat? Nem, katonát nem. Nem kell katona, elmegyünk, már is megyünk. De hát én még nem is ettem. Most elmegyünk, Nadab. Nem keressük magunknak a bajt. De éhes vagyok, ki is. Vacsorázni akarok. Féltem tőlük, papa. Itt Jerikóban nem okoznak több bajt. De a magányos utazók nem sok jóra számíthatnak a Jeruzsálemből ide vezető úton. Mit törsz a mozsárban, papa? Hogy mit? Bazsalikomot a császárnak. Ó! Az pedig csípős fekete bors. Jáváról. Jól mondod, Rebeka. Látszik, hogy fűszerkereskedő lánya vagy. Minden fűszert ismerek. A kömény és a borsminta indiai. A tömjén és az édes fűszerek sábából valók. A tűzszínű piros bors Kínából. Jaj, nézd, papa! Áron játszik a jávai fekete borssal. Ne, Áron! Maradj itt szépen. Miért mész Jerikóba, mikor a mama nem akarja, hogy menj? Ha Jerikóban veszem meg a fűszereket, a karavánok legjobb áruját kapom. A legfrissebb bazsalikomot, a legcsípősebb borsot. Csíp. Hamar, Rebeka, hozz vizet! Csíp. Soha ne egyél fűszert Áron. Soha. Mindent becsomagoltam az útra, Ezra. Jó kisfiú voltál, Áron? Akkor miért csupa víz meg fekete bors a képed? Fekete borsot enni sem nagyobb butaság, mint az, hogy a papa egyedül megy Jerikóba egy erszény pénzzel. Ez az utazás tesz majd minket gazdaggá. Szívesebben vagyok szegény zsidó feleség, mint gazdag özvegy. Édné, így nem látják, hogy van nálam pénz. Ezért nem is fognak kirabolni. Isten veletek. Papa, veled mehetek? Maradj itthon, Rebeka. Segíts a mamának. Estére elérek Gál fogadójába. Vigyázz magadra, Ezra. Jó utat, papa. Biztos nem akarod, hogy az egyik szolgánk vigye el a lovat Moab földjére? Már csak ez a csődör van itt a hugom hozományából. Elviszem én magam. De ígérd meg, hogy nem állsz meg Jeruzsálemben. Nem minden zsidó utálja a szamaritánusokat, anyám. Az nem olyan biztos, fiam. Vigyázz magadra. Úgy lesz, ígérem. Sötételéskor már Jerikóban leszek. Isten kísérjen, Caleb. Thank you.
Én készen állok. Helyes. Ezt vidd el a damaszkuszi zsinagógába. Feleslegesen meg ne állj! Nem fogok megállni, nem én. Az Úr dolgaiban járok el. Te pap vagy, úgyhogy mindig az Úr dolgaiban jársz el. Igen. Viszontlátásra, rabbi. Odaérek Jerikóba, még naplemente előtt. Sose feledd, Józsué. Mi leviták vagyunk. Tisztátalan dolgot ne érints. Különben két hetes engesztelő eljárás vár rád, mikor visszajössz Galileából. Nem értem, miért nem engedett, hogy egyenesen Kafarnaumba menjek a helyet, hogy nagykerülőt tennék Szamária felé. Hogyan? Keresztül akarsz gyalogolni Szamárián? Oh, gonosz bűnös vidék! Sosem tisztulnál meg utána. De annyival nagyobb fáradtság az út így, hogy kénytelen vagyok körbe menni Jerikón keresztül. Jobb, mintha a szamaritánusok közé kerülnél. Ezt ne feledj, Józsué! Na, jó utat! Aztán el ne csatangolj nekem! Járj szerencsével! Köszönöm! Bocsánat! Ki vagy te? És miért jöttél Jeruzsálembe? Ételért és italért. Aztán megyek Moab földjére. Szamariából jövök. Szamaritánus vagy? Le se tagadhatnád. Szamaritánus? Szamaritánusnak itt nincs helye! Eredj vissza oda, ahonnan jöttél! Szamaritánusnak nincs helye Jeruzsálembe! Eredj haza! Ne rozsd itt a levegőt! Takarodj! Takarodj innen! Hagyjatok! Kérlek! Nincs ezekben becsület! Helyes! Menekülj, szamaritánus! Gyáva népség! Fuss csak! Mi volt ez a hangzavar? Ha jól vettem ki, valami szamaritánusról kiáltoztak. Ezek a szamaritánusok. Biztos verekedett, ez mind ilyen. Ó, miért nem maradnak otthon Szamáriában? A számból vetted ki a szót. Jó napot, barátom! Te, mikor érünk már oda? Meleg van, és fáradt vagyok. Nadab! Most szeretnél rabló lenni, vagy nem? Szeretnék. Akkor ne panaszkodj annyit! Ó, ez a hely itt jó lesz. Gyerünk, Nadab, elbújjunk a sziklák mögött, és lássuk, hogy mikor jön az első olyan utazó, akit érdemes kifosztani. És ugye én fogom majd puhára verni, kis? Igen, Nadab. Te fogod majd puhára verni. Ó, igen. Itt tökéletes lesz. Úgy, így áll csak. Most már jobban vagy. Akkor indulhatunk. Anyámnak volt igaza. Az itteniek gyűlölik a szamaritánusokat. Thank you.
Sötétedés előtt Jerikóba kell érnünk. Nagyon jó. Ez teljesen egyedül van. Ráadásul csacsi háton. Csacsi háton? Majd felülhetek rá. Nagy vagy hozzá. Összenyomnád. Én ülök fel a szamárra. Hallgass, maradj csöndben. Mász fel. Készülj! Zúzd össze! Hagyd neki! Már nem mozog, látod? Jó! Vedd el az erszényét! Ez üres kis. Ezek mindig a nyakukba akasztják az erszényt. Na most... Tüntesd el a hullát! Na, kis! Várj meg! Szegény ember, ha épp nem az úr dolgában járnék, akkor megállnék. Ó, uram, kérlek segíts ezen a szerencsétlenen. Segíts, kérlek. Kérlek! Kiraboltak! Ezek szerint erre rablók járnak! Én levita vagyok! Nálam nincs pénz soha! Megbocsáss, de rájöttem, hogy ez nem biztonságos vidék! Fekete!
fekete borsot enni sem nagyobb butaság, mint az, hogy a papa egyedül megy Jerikóba, mégpedig egy teli erszény pénzzel. Ez az utazás tesz minket majd gazdaggá. Szívesebben vagyok szegény zsidó feleség, mint gazdag özvegy. Vigyázz magadra, Ezra. Jó utat, papa. Istenem. Légy kegyes a családomhoz. Ha nem leszek. Lélegzik. Él. Megsérült. Kitől telik ilyen gonoszság? Köszönöm. Köszönöm, hogy megálltál. Ez most csípni fog, de a sebeket ki kell tisztítani. Tessék, így áll. Rablók, és... visszajöhetnek. Úgy van, még visszajöhetnek. Ezért el kell, hogy vigyelek Jerikóba. Mit gondolsz, tudsz a lovon ülni? Hát, megpróbálom. Kitűnő itt a konyha. Még ha pocsék is lenne az étel, hálás lennék, hogy ehetek. A Jerikóba vívő út nagyon veszélyes. Fogadós! Segíts! Ez az ember megsérült. Fektesd ide! Jós, szaladj! Hozz meleg vizet és kendőket! Nálam nem volt, csak a köntösöm alja. Sajnálom. Semmi baj, jól tetted, amit tettél. Nem volt veszélytelen. Téged is megtámadhattak volna, miközben ellátod. Akkor sem hagyhattam félholtan az úton, igaz? Ők ketten is a Jerikói úton jöttek, alig egy órája. Biztos azután történt a támadás, hogy ott jártatok. Először azt hittem, nem él. Fel fog épülni. Neked köszönhetően. Honnan jössz, uram? Szamariából. Szamariából? Szóval szamaritánus. Jos, készíts ágyat ennek a szegény embernek a tűz mellett, hogy ne fázzon. Igen, papa. Nagy szerencséje, hogy te mentél arra. Ugyan. Mindenki azt tette volna, amit én. Ura, ők voltak azok? Igen. Ők voltak azok. Hogy? Hogy? Ez hazugság! Tízszer ütöttem meg, pont ahogy mondtad, kis. Erőt! Indulás! Jaj, de buta vagy! Ezek se fognak többé rabolni. A konyhátok jó, de ez a szamaritánus... Ez az. Jobban is odafigyelhetnél arra, hogy kiket engedsz be a fogadódba.
Jobban érzed magad? Sokkal jobban vagyok, uram. Jól van, örülök. Tessék, a szállásom bére. És itt van pénz szállásra és ételre neki, amíg jobban nem lesz. Viseld gondját. És ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Köszönöm, uram. Igyekszem a fiamat olyan emberré nevelni, amilyen te vagy. Más is így tenne a helyemben. Béke nektek, uram. Veled is legyen béke. Nos, mit gondolsz, e három közül ki volt az igaz fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Hát az a szal... Az, aki irgalmas szívű volt iránta. Menj, és te is tégy hasonlóképpen. Akkor majd rajtad is Isten áldása lesz. Isten karja karom.